Nenad Sáponya, a Milos Cznyanszky Vajdasági Művelődési Központ igazgatója a sajtótájékoztatón elmondta, mindkét könyv új értékekkel gazdagítja az olvasókat. Küldetésünk, hogy összekössük a különböző nyelveket és kultúrákat, ezt pedig a legjobban egy kétnyelvű könyvvel tehetjük meg. A könyvek témája a víz. Az alaptézis az, hogy mi mindannyian vízből tevődünk össze, emiatt így kellene élnünk is. A vizet nem lehet eltörni, mert átveszi annak a formáját, amiben van. Emiatt a legtökéletesebb anyagok közé tartozik. Nem véletlenül születnek meg ugye a fordítások egyik nyelvről a másikra. És hát annak idején, amikor a fórumban szerkesztő voltam, akkor is igyekeztem minél több, több, könyvet megjelentetni más nyelvről, más nyelvről fordítottunk, tehát így román, szlovák és ruszi nyelvből is természetesen, viszont hát azt közismert, hogy a szerb irodalomnak a leg, legjelentősebb műveit, ugye Danilok isnek a művét, Pávisnak a művét, és itt tovább ugye fordítottuk magyar nyelvre. Bordás Győző hozzátette. Egyrészt azért fordították magyar nyelvre ezeket a műveket, hogy olyan nyelven olvashassa a köteteket a vajdasági magyarság, másrészt pedig, hogy bemutathassák a magyarországi olvasó közönségnek is.